Székesfehérvár is képviseltette magát a Budapesten megrendezett utazás kiállításon. Számos rendezvényel igyekszik a város Fehérvárra csábítani a turistákat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egy igazi különlegességgel a 7-7 játékmúzeum megnyitásával szeretnének a kedvükben járni. Olyan gyönyörű gyűjtemény van a birtokunkban, ami méltán mondhatjuk, hogy Európában is egyedülálló, és egy olyan múzeumot nyitunk meg, amely az országban is egyedülálló, nagyon szép, interaktív módon mutatja meg a játékvilágot, úgyhogy szeretettel invitálok mindenkit Székesfehérvár határain belülről, kívülről és az ország határain túlról is. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úgy véli, összefogással és fejlesztésekkel még többet tehetünk a királyi régióért, mely a minőségi turizmus egyik kimagasló példája az országban. Azok a turisták, akár belföldi, akár pedig külföldi turisták, akik érzékenyek a történelem és a kultúra iránt, az ő számukra lehet kedvelt úti célja elsősorban Székesfehérvár. És önmagában ez a térség is, hiszen akár Esztergomot nézzük, akár Veszprémet nézzük, ahogy a régió neve is mutatja, királyi régió, tehát tele van olyan királyi székvárosokkal, amelyek remekül felfűzhető közös programok mentén. Én úgy hiszem, hogy egy esetleges együttműködéssel további hasznokat lehet még ebből nyerni. Tavaly a szállodákban regisztrált külföldi vendégek száma több mint 9%-kal nőtt, derült ki a statisztikákból. Ráadásul Fejér megye egyre több figyelmet kap a turistáktól, mondja El Simon László, a Parlament Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke. A fejlesztések azok töretlenek, és én azt gondolom, hogy összehasonlításban is a Közép-Dunántúli régió Magyarország egyik legjobb turisztikai kínálatával rendelkezik, és azon belül is Fejér megye, Székesfehérvár és a Velencei-tó környéke az különösen figyelemre méltó. A 35. utazás kiállítás a turisztikai vásáron és kísérő rendezvényein. 22 ország csaknem 500 kiállítója várja a szakmát és az érdeklődőket március 1-e és 4-e között.